Az a baj, hogy ez annyira vacak ez a kamera, szerintem nem látszanak rajta. Ott vannak az őzek. Pusztítják a nem tudom szilvámat. Négyen is vannak. Na mindjárt szétcsapok köztük. Hoppá, most jött ki az ötödik. Ott van. Honnét került ide ez a sok kéz? Kettőt láttam eddig mindig. Na kíváncsi leszek, szerintem semmi nem látszik belőlük. Az az érdekes, hogy a magán a kamera képén látszik. De hogyha már feltöltöm a YouTube-ra, akkor nagyon sokat romlik a minőség. Hoppá, most jött ki a hatodik, a bak. Hol is van? Ott van. Ide látszik a agancsa. Hányan vannak ezek? Fényes nappal. Itt a házaktól egy kőhajításnyira. Teljesen nyugisan legelésznek. Tőlem vagy 200 méterre vannak, szerintem engem is látnak. Nem izgatják magukat. Na oké, haladjunk. Ma országos eső van, csak bennünket került el. Szárazság maradt továbbra is. Be kell kötni a kis fákat, mert ezek tönkreteszik az egész telepítést. Még egy jött. Már heten vannak. Most jött ki. Mondjuk az már tuti, hogy nem látszik, mert ez egy messzebbről jött, ott a kökénynek a túlsó végéről. De már tuti, hogy nem fog ezen a kamerán látszani. Szépen haladnak erre lassan. Legelésznek. Megkergetik egymást. Játszanak, de jól érzik maguk. Egy visszamegy. Kökénybe. Úgy látom, befejezték a legelészést. Visszamennek. Hogy kergetik egymást.
a baj, hogy ez egy nagy látószögű kamera, és végképp még a valóságostól is messzebbnek tűnik a kép, amit csinál. És ráadásul a YouTube az meg a széléből a képnek nagyon sokat le, amellett, hogy ront a minőségen, nagyon sokat le is vág belőle. Mondjuk az élesség meg a részletgazdagság az pocsék amúgy is. Hogy játszanak már? Az élesség meg a részletgazdagság az nudli. Elméletileg 4K-s és 60 fps, tehát másodpercenként 60 képkocka, hát mesébe sincsen meg, mondjuk nem is hittem el, mikor megvettem se. Már csak 3 van kint. Nem is hittem el, amikor megvettem se, hogy ezt tudja, de arra, amire nekem kell, arra pont jó. Mondjuk ebből valószínűleg nem sok minden fog látszani. A tegnap, ami kijött őz, tőlem egy 40-50 méterre, az se látszik, egyszerűen nem látszik a képen. Tehát mikor gyorsan mozog valami, akkor eltűnik. Na jó, haladjunk. Kijöttem ide most vágni 3 akácrudat. Keresek valami olyat, ami... Na most, hogy mozgok, felfigyeltek, nem? Kikeresek valami olyat, ami... Nem túl vastag. Meg vannak benne olyanok, ami... El van bénülve valahogy így. Olyan furcsa, tekeredett. Azt abból fogok vágni 3-at, mert célnak az is megfelel. Hát itt van is. Annyi. Na oké. Izzítjuk a fűrést. Na már csak 2 van kint. Ott kéne nekik látszani, de szerintem ja, most bement az utolsó is. Nem sietnek szépen nyugisan. Hú, be kell kötözni a 150 kis, nem tudom, szilvát, mert ezek tönkre teszik az összest. Virágzik a kökény, vetni kéne a... mindent vetni kell, napraforgott kukoricát, de hát ebben a szárazságban, mondjuk elvetni el lehet, csak kérdés, hogy mikor fog kikelni. Na jó.